új tervezet. Csökkenhet a kiadó ingatlanok ára és megszűnhet a feketézés az albérletekkel, ha a jövőre nem kellene EHO-t fizetni a kiadott lakások után. Korszerű műszerek, műtőlámpákat adományozott a Máté Szalkai Kórháznak egy helyi optikai nagyvállalat. Szobrot avattak, emlékművet adtak át a Málenki robotra elhurcoltak tiszteletére pénteken Mérken. Csökkenhet a kiadó ingatlanok ára és megszűnhet a feketézés az albérletekkel, ha a jövőre nem kellene EHO-t fizetni a kiadott lakások után. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezt mondják az elemzők a tervezetről, amely szerint az éves szinten 1 millió forintos lakáskiadásból származó bevételt nem terhelné, csak SZIA. Az adóhatóság ellenőrzi a bérbeadásból származó jövedelem utáni adózást, mert probléma, hogy sokan turisztikai szálláshely szolgáltatás helyett bérbeadják ki a szálláshelyeket. Ebben az ingatlan irodában évekkel ezelőtt havonta 10-15 albérletet is kiközvetítettek, most azt tapasztalják, hogy a bérbeadók inkább saját maguk hirdetik bérleményeiket. Kereslet most is van albérletekre, és az árak vidéken is elég magasak. Akik tehetik, inkább ingatlanba fektetnek, mert alacsony a hozama a banki betétnek és az értékpapíroknak is. Ha ingatlanoson keresztül adják ki a lakást, akkor írásban kötnek bérleti szerződést a bérbeadóval és a bérbevevővel is. Ha valaki magánúton bérbe adja, visszahalljuk mi is, szinte naponta, hetente találkozunk olyannal. Nem kötik meg írásban a bérleti szerződést szóban, utána, ha bármi probléma van, akkor probléma lehet az, hogy most akkor, ha meg akarja szüntetni, akár a bérbeadó, a bérlő ki akar költözni, milyen feltételekkel, milyen jogi lehetőségei van annak, hogy felmondja. Csak ebben az esetben tudják pénzügyi követeléseiket érvényesíteni a felek. Szerződést kell kötni, hiszen adóköteles jövedelemnek számít a lakáskiadás. Adószám nem kell hozzá, de jelenleg 15% személyi jövedelemadót és 1 millió forint bevétel felett 14%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Kétféle adózás választható, 10%-os költséghányaddal is elszámolhat, vagy tételes költségelszámolást választhat a bérbeadó. Az ingatlan bérbeadással kapcsolatos ellenőrzésünk elsősorban arra vonatkozik, hogy a szálláshely szolgáltatókat próbáljuk meg kiszűrni erről a piacról, hiszen nagyon sokan ingatlan bérbeadás néven próbálják ezt a szálláshely szolgáltatást működtetni, azonban ez így nem működhet, hiszen ehhez kötelező jellegűen ki kell választani az adószámot, illetve megfelelően be kell jelentkezni a területi illetékes jegyzőhöz is. A szálláshely szolgáltatás után idegenforgalmi adót is kell fizetnie a vendégnek. Az új tervezet, amely szerint az éves szinten 1 millió forintos lakáskiadásból származó bevétel után egészségügyi hozzájárulást nem, személyi jövedelemadót kell fizetni, ez némileg fehéríteni a piacot. Becslések szerint ugyanis a magyarországi albérletpiac 110-130 milliárd forintos lehet, legalábbis ennyit vallanak be a bérbeadók. Műtőlámpákat adományozott a Máté Szalkai Kórháznak egy helyi optikai nagyvállalat. A 1,5 millió forint értékű adomány hozzájárul a nagybetegforgalmú kórház korszerű műszerezettségéhez. A műtőlámpákat a sebészeti, a fülorgégészeti és szülészet-nőgyógyászati szakmacsoport használhatja. Adományt vesz át a Máté Szalkai Kórházvezetés a sebészeti szakmák orvosaival. Az intézmény műtőlámpákkal gyarapszik egy optikai cég jóvoltából. A támogatásnak az ötlete az úgy vetődött fel, hogy volt egy karácsonyi vagy évzáró, évnyitó rendezvényünk, és annak kapcsán egy tombola keretében gyűjtöttünk pénzt megfelelő jótékonysági célokra. Akkor még nem tudtuk, hogy pontosan mire. És a dolgozói tanácsnak volt az a feladata, hogy eldöntse, hogy ők mire szeretnék ezt az összeget fordítani. Az, ami bejött összeg, a végül a tanács úgy döntött, hogy legjobb lenne egy olyan dolgot támogatni, ami mindenkinek segítség. Ugye feljött az, hogy esetlegesen egy szervezetet vagy egy embert támogatunk ebből egy nagyobb összeggel, vagy feljött az, hogy valami olyan célt keressünk, ahol ebből az összegből olyan támogatást tudunk megoldani, ami sok ember számára jelent könnyebbséget vagy segítséget. Így esett a választás a kórházra. Köztudott, hogy csak jól felszerelt kórházban lehet színvonalas a gyógyítás. Az intézmények eszközállománya amortizálódik, és noha az intézményi felújítások során mindig vesznek új eszközállományokat,
eszközöket is, a kórházak műszerparkját folyamatosan bővíteni kell. A mostani adomány értéke 1,5 millió forint. A műtőlámpákat a sebészeti szakma, a szülészetnőgyógyászati szakma, illetve a fülorgégészet fogja alkalmazni. Nagy öröm ez számunkra, hiszen a civil adományokat követően most első alkalommal a városban működő nagyvállalat is adománnyal fordult hozzánk. Azt gondolom, hogy a lámpa, ami a vizsgálatokhoz szükséges sok beteg ellátása során lesz hasznos eszközünk, ezzel minőségében tudjuk az ellátásokat fokozni. A Mátészalkai Kórházban a sebészeti, a fülorgégészeti és a szülészet nőgyógyászati szakma nagy betegforgalmú, hasonlóan a járó beteg ellátáshoz. Az ambuláns mellett egynapos műtéti beavatkozásokat is folytat a kórház, amelynek tárgyi feltételei javultak a felajánlással. Emlékművet avattak a Málenkei robotra elhurcoltak tiszteletére pénteken Mérken. A településről 1945. januárjában 264, többségében német nemzetiségű embert vittek el kényszermunkára, közülük 42-en soha nem tértek vissza. A kormány támogatásával felállított emlékműnél Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében elmondta, a 20. század volt a történelem legkegyetlenebb évszázada, a világháborúk és a totalitárius rendszerek együtt 10 milliók halálát okozták. ABC sorrendben van felsorolva az elhurcolt helybeliek neve a község emlékparkjában elhelyezett márványtáblán. Mérket és Vállajt 1945. január 3-án érte a tragédia. A két településről összesen több mint 500 embert gyűjtöttek össze a Vörös Hadsereg katonái. Azt mondták nekik, hogy mindössze néhány napos helyreállítási munkához lesz szükség rájuk. Ehelyett még aznap átszállították őket, a településünk északi oldalán található jelenleg ápoló-gondozó otthon, akkor csendőr laktanya volt. Ott megtudták, hogy elviszik őket külföldre dolgozni, megengedték a hozzátartozóknak, hogy vigyenek nekik élelmet, ruházatot. És 1945. január 6-án este a kertek alatt elvitték Nagykárolyba gyalog mind a 264 főt, ott vonatra rakták, és úgy vitték el őket a volt Szovjetunió területére kényszermunkára. Az első hazatérők még abban az évben, október végén, tudtak az önni, de volt nagyon sok, aki 1949. decemberében ért haza, 42-en pedig soha. Az elhurcoltak emlékére 2010-ben állított márványtáblát a Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016-ban pedig kialakították azt a kegyeleti parkot, ahol most elhelyezték Bíró Lajos szobrászművész alkotását. A kormány 4 millió forintos támogatásából készített szobor avatásán Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében elmondta, a 20. század volt a történelem legkegyetlenebb évszázada, a világháborúk és totalitárius rendszerek együtt 10 milliók halálát okozták. Hozzátette, a magyar történelem tanítás évtizedekig elhallgatta a Málenkei robotról szóló tényeket, ezért a felnövő generációknak hiányosak az ismereteik erről a korszakról. Ezért fontos egy ilyen emlékév, amit most már lezárult, és aminek eredményeképpen az 1,4 milliárd forintos támogatásban sok-sok emlékmű, sok-sok emlékirat, sok-sok emlékező túra is megvalósult, amire mind szükség van. Hiszen azok, akik túlélők vagy hozzátartozók voltak, eljutottak azokba a táborokba, akár Ukrajnába, akár esetleg Oroszország egyes területeire, ahol szenvedtek ők maguk, vagy pedig hozzátartozóik. A térség országgyűlési képviselője az ünnepségen arra emlékeztetett, Mérken és Vállajon kívül Encsencs és Nyírmihályi lakói is megszenvedték a kíméletlen Málenkei robotot 1945-ben. A térségbeli önkormányzatok a rendszerváltás után emlékműveket állítottak, és a megemlékezés az új lendületet kapott a Gulág emlékév alkalmával. Az elmúlt esztendőben megemlékezéseket tartottunk mind a négy településen, és könyv jelent meg itt Vállajon és Mérken, és Nyírmihájdiban is. Míg az Encsencsi önkormányzat pedig testvérvárosi megállapodást, testvértelepülési megállapodást kötött a Moldovai Köztársaság területén lévő
településsel, ahova az encsencsieket elhurcolták. Az ünnepségen a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait az elhurcoltak tiszteletére emelt szobor előtt. A nemzeti konzultáció nemzeti sorskérdésekről szól, ezért minden magyar ember véleménye számít, jelentette ki a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár csütörtökön Nyírteleken. Tuzson Bence, Vinnai Győző, fideszes országgyűlési képviselővel közösen megtartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a konzultációban a Magyarország számára jelenleg legfontosabb kérdésekről, többek közt a bevándorlásról, a rezsicsökkentés Brüsszellel szembeni megvédéséről és a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról mondhatnak véleményt az emberek. Egy kormánynak mindig kötelessége az, hogyha új kérdések, és főleg nemzeti sorskérdések vetődnek fel, akkor abban bizony meg kell kérdezni az embereknek a véleményét, hiszen az emberek véleményéből kell összeállni egy ország véleményének és egy kormány politikájának is, és ezt a politikát csak akkor tudjuk sikerre vinni, hogyha valóban ott állnak e mögött az emberek. Ezért fontos a nemzeti konzultáció, és ezért szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy töltse ki ezt az évet, hiszen minden magyar ember véleménye számít. Bérúniót sürget a Jobbik, ennek lényege, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bért kapjanak a munkavállalók az Európai Unió tagállamaiban. Erről Fülöp Erik a párt alelnöke és Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő beszélt Nyíregyházán. A Jobbik 8 országot szólított meg Közép-Kelet-Európából annak érdekében, hogy a kezdeményezés bekerüljön az unió jogrendszerébe. Mindenről március 22-én már tájékoztatták az Európai Unió bizottságát is. 2 hónap áll rendelkezésre Brüsszelben, a bizottságnak 2 hónapja van arra, hogy döntsön erről a kezdeményezésről. Május 22-én várjuk, vagy 22-éig bezárólag várjuk a Európai Bizottságnak a visszajelzését ezzel kapcsolatban, és hogyha az pozitív, akkor 1 évünk lesz arra, hogy 1 millió aláírás összegyűjtésével szentesítsük és érvényt szerezzünk ennek a kezdeményezésnek. Az odúlakók mindennapjaiba is betekintést nyerhettek az érdeklődők a Madarak és Fák napján Nyíregyházán. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Mindhárom eddigi mérkőzését megnyerte, így a Divízió 2 keleti csoportjának élén állva várja a folytatást a Nyíregyháza Tigers. A Tigrisek szombaton a Debrecen Gladiators második csapatához látogatnak, és győzelmük esetén matematikailag is bebiztosítják helyüket a rájátszásban. 3 országos elődöntőt rendez a következő napokban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület. Május 16-án a 3. korcsoportos fiú kosárlabdázók, május 18-án a 3. korcsoportos, május 25-én pedig a 4. korcsoportos lányröplabdázók lépnek pályára Nyíregyházán. Az odúlakók mindennapjaiba is betekintést nyerhettek az érdeklődők a Madarak és Fák napján. A rendezvényt idén is a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János botanikus kertjében szervezték meg. A természetvédelmi előadások mellett madárgyűrűzésen is részt vehettek az érdeklődők, és az év fáját, egy vadalma csemetét is ültettek a botanikus kertben. Ezek a színcinege fiókák pár nap múlva már elhagyják az odút, az apró termető madarakat valamennyi érdeklődő megnézhette a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben, ott szervezték meg idén is a Madarak és Fák napját. Az érdeklődők az év madaráról is hallhattak. 2017 év madara a tengelic, vagy gyakoribb nevén ugye Stiglinsznek is szokták szólítani ezt a madarat, így ez a népi neve. 2017 év madara nagyon szerencsés, ugyanis ez a madár nem csak hogy itt Nyíregyháza környékén, de gyakorlatilag az egész országban nagyon gyakori, tehát nagyon könnyen építhetőek rá mindenféle programok. Egy gyönyörű szép madár, ugye színpompás, piros, fekete, sárga, mindenféle színben leledzik. A hangja az jellegzetes, bár nem mondhatnánk, hogy olyan szép éneke van, de tulajdonképpen városokban, mindenfelé, fasorokban, erdő széleken is összefuthatunk ezzel a madárfajjal. A természetvédelmi előadások mellett a madárgyűrűzés rejtelmeivel is megismerkedhettek az érdeklődők. A madaratnak a lábára fémgyűrűt rakunk, tehát minden gyűrű fémből készül, de miután nem egyforma madarak lábának a vastagsága, vannak icipici kis gyűrűk, vannak közepesek, és vannak egész nagyok is. Magyarország legnagyobb gyűrűje, ez a gólya gyűrű, ami sasokra, gólyákra, hattyúkra, vagy a nagy termetű, nagy füles bagunkra, az uhura is rakhatunk.
A madarak és fák napján az év fáját, egy vadalma csemetét is ültettek a nyíregyházi botanikus kertben. Hagyományosan minden évben ezen a napon elültetünk egy fát itt a botanikus kertben, az év fáját, mindig az aktuális év fáját. Ebben az évben a vadalma az év fája, úgyhogy egy nagyon szép vadalma példányt ültettünk el ide a elmúlt évek fái közelébe. A madarak és fák napján játékos vetélkedőkön, természetvédelmi előadásokon is részt vettek az érdeklődők. Mindhárom eddigi mérkőzését megnyerte, így a Divízió 2 keleti csoportjának élén állva várja a folytatást a Nyíregyháza Tigers. A Tigrisek szombaton a Debrecen Gladiators második csapatához látogatnak, és győzelmük esetén matematikailag is bebiztosítják helyüket a rájátszásban. Az elmúlt szezonban még a legmagasabb osztályban, a Hungarian Football League-ben indult a Nyíregyháza Tigers. Az idei évadnak azonban új szakmai stábbal, a klubépítés és az utánpótlás bázis szélesítésének céljával vágtak neki a Tigrisek a harmadosztálynak számító Divízió 2 keleti csoportjában. Eddig nem lehet panasz az eredményességre, mindhárom meccsét megnyerte a Bora Tamás által irányított együttes. A Jászberény Wolverines ellen idegenben 29-80 nyert a Tigers, míg hazai pályán a Rebels Old Boys ellen 20-0-ra, a Budapest Eagles második csapata ellen 42-12-re győzött a nyíregyházi gárda, amely így az első helyen áll csoportjában. Sokkal szorosabb a mezőny, mint ahogyan azt az eredmények mutatják. Voltak azért nekünk is izgalmas perceink. A jó felkészülésnek ez a gyümölcse. Nagyon szerencsések vagyunk, mert stabil a háttér. A szponzoráció megadta a lehetőséget, hogy műfűvön tudunk készülni, és az edzések minősége előhozzák ezeket a pozitív élményeket a fiúkból is, tehát a pályán is megvan a hozadéka ennek a jó munkának. A Nyíregyháza Tigers csoport elsősége esetén a nyugati csoport negyedik helyezettje ellen kezdi a rájátszást. A Tigrisek célja az, hogy döntőt játszanak a Divízió 2-ben. Egyébként az eredménytől függetlenül biztos, hogy a nyíregyháziak a következő szezonban visszatérnek a HFL-be. Azt gondolom, nagyon kényelmes helyzetben vagyunk. A házi feladatot jól elvégezték a fiúk eddig. Egy győzelemig mindig kellene a hátralévő két meccsből mindenféleképpen, és akkor egy picit felszabadultabb lenne itt az alapszakasz vége. Célként megfogalmaztuk a szezon előtt, hogy nem az eredményt fogjuk hajszolni, hanem azt szeretnénk látni, hogy az újak milyen edzésmunkával milyen eredményt tudnak elérni saját maguk szintjén, és ezt a szintet szeretnénk mindig emelni. Tehát a cél a játékosok fejlődése, hiszen jövőre minél több embert szeretnénk beépíteni a HFL keretbe, minél több magyar játékos szeretnénk játszatni, és ezt a szándékunkat támasztja alá a Magyar-Amerikai Futballszövetség új szabályrendszere is, ami szigorított a külföldi játékosokon. A Nyíregyháza Tigers az alapszakaszból hátralévő két meccsén idegenben lép pályára. Szombaton a Debrecen Gladiators második csapatához, május 27-én pedig a Dabas Spartak együtteséhez látogatnak a Tigrisek. Háromországos elődöntőt rendez a következő napokban a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület. Május 16-án a harmadik korcsoportos fiú kosárlabdázók, május 18-án a harmadik korcsoportos, május 25-én pedig a negyedik korcsoportos lány röplabdázók lépnek pályára Nyíregyházán. 25 érmet szereztek eddig ebben a tanévben a megyebeli sportolók a Diákolimpia országos döntőiben. Egyéniben 6 arany, 5 ezüst és 5 bronzérem, csapatban pedig 3 arany, 2 ezüst és 4 bronzérem a mérleg. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület két országos döntőt is rendezett ebben az évben, az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok és az amatőr kézilabdázók fináléjának is Nyíregyháza adott otthont. A jövő héten és az azt követő héten két sportág 3 országos elődöntőjét rendezik meg a megyeszékhelyen. Rengeteg olyan országos elődöntőnk van, illetve akár a selejtezőt is ide sorolhatnám, ami ugye arra azt a célt szolgálja, hogy a selejtezőkből kikerülők az elődöntőkben mérettessék meg magukat. Ad helyt a megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye, több település, Vásárosna, mint Tiszavasvári, Nyíregyháza a helyszínek, és valóban harmadik korcsoportos röplabdában, negyedik korcsoportos röplabdában fiúknál, lányoknál, kosárlabdában és kézilabdában mérettették meg magukat a csapatok, illetve mérették meg
meg magukat a csapatok az elkövetkezendőkben. Bízunk benne, hogy nagy sikerrel. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola harmadik és negyedik korcsoportos lányröplabdázói két évvel ezelőtt egyaránt arany, tavaly pedig egyaránt ezüstérmet szereztek az országos döntőben. Moraszki Gyuláné tanítványai az elődöntőben hazai környezetben lépnek majd pályára. A kicsikkel 18-án fogjuk játszani Eger és Miskolc csapatai ellen, a nagyokkal pedig rá egy hétre csütörtökön. Én úgy gondolom, hogy már az, hogy hazai pályán fogunk játszani, az iskola tanulói előtt, akik buzdítani fognak bennünket a jobb eredmény eléréséhez, azt gondolom, hogy nem lesz akadálya, hogy az országos döntőbe kivívjuk a pozíciónkat. A negyedik korcsoportos lányok miskolci, egri és debreceni csapatok ellen lépnek pályára. A harmadik korcsoportos fiúkos állabdázók május 16-án a Vasvári Gimnázium csarnokában debreceni, békési és szerencsi ellenfelekkel szemben harcolhatják ki az országos döntőbe jutást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Csökkenhet a kiadó ingatlanok ára és megszűnhet a feketézés az albérletekkel, ha a jövőre nem kellene EHO-t fizetni a kiadott lakások után. Ezt mondják az elemzők a tervezetről, amely szerint az éves szinten 1 millió forintos lakáskiadásból származó bevételt nem terhelné csak SZIA. Az adóhatóság ellenőrzi a bérbeadásból származó jövedelem utáni adózást, mert probléma, hogy sokan turisztikai szálláshely szolgáltatás helyett bérbeadják ki a szálláshelyeket. Műtőlámpákat adományozott a Mátészalkai Kórháznak egy helyi optikai nagyvállalat. A 1,5 millió forint értékű adomány hozzájárul a nagy betegforgalmú kórház korszerű műszerezettségéhez. A műtőlámpákat a sebészeti, a fülorgégészeti és szülészet nőgyógyászati szakmacsoport használhatja. Emlékművet avattak a Málenki robotra elhurcoltak tiszteletére pénteken Mérken. A településről 1945. januárjában 264 többségében német nemzetiségű embert vittek el kényszermunkára, közülük 42-en soha nem tértek vissza. A kormány támogatásával felállított emlékműnél Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében elmondta, a 20. század volt a történelem legkegyetlenebb évszázada, a világháborúk és a totalitárius rendszerek együtt 10 milliók halálát okozták. Ez volt a Kölcsei Televízió iradója május 12-én pénteken. Friss hírekkel hétfő este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják majd. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap sok felhőre számíthatunk újabb zivatarokkal. Egy sekély ciklon hatására továbbra is nedves léghullámok érkeznek térségünk fölé, többfelé alakul ki záporzivatar. Heves zivatarok is létrejöhetnek, reggelig többnyire erősen felhős idő valószínű, este még záporzivatar is kialakulhat, majd éjszakára átmenetileg megnyugszik a légkör. A nyugati szél megélénkül, reggel általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Több helyen eső, zápor várható, a nyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Általában gomoly felhős, napos időre számíthatunk a következő napokban, kezdetben még elszórtan, majd egyre kevesebb helyen várható csapadék. A hőmérséklet az ilyenkor megszokott körül, vagy kevéssel a fölött alakul, így kellemes tavaszi idő várható.